Ó, szilárdsági vén hepehupák, szelíd domboldalak! A régi Szatmár, Szilágy és Bihar vármegyék szőlőhegyein teremtek a hajdani magyar szőlők, a góhér, az erdei, a fehérboros, a járdovány, s köztük a leghíresebb, a bakator. De szerepelt itt Olasz Krizdink, Furmint és Király Leánka is. Utazásunk a bakator nyomát követi az eltűnt időben, hisz kiveszni látszik Parciumból és Erdélyből is. Előbb a szilárdsági sarmaság felé vesszük az irányt. Keményvárói birtok volt itt, ahol most vagyunk. Gulyás kertnek hívták, akkor meg most is úgy tudják, ez tele volt mind gyümölcsfával. Itt volt alatta egy szőlős kert, az a bárójé volt, tiszta csemege szőlő a családnak. Hát ez tiszta magyar falu volt. Ahány lakosa van Sarmaságnak, ahány család, annyi pince. Így nagyjából. Mert igen, még van olyan család, hogy megnősült a fiú, már pince is van. Aval kezdik. Szőlő meg pince kell legyen. Ez így megy nálunk. Volt nagyon sok fajta szőlő. De legtöbb erdei volt, erdei szőlő, mert az mindig termett. Az nem volt kényes a permetezésre, mert régen nem lehetett, nem volt mód. Kékű meg kékű. Savanyú szőlő. Ha sokáig kín van, akkor megérik. Megérik. De egy savasabb szőlő. De ez minden évben termést hoz. És az erdeinek jó bora volt? Jó bora volt. Beérik. Azt mondta apám, hogy az megérik. Az a hordóba kell tartani, és akkor édesedik meg. Megérik. Összeérik. Bakatorról hallott? Hogyne. Volt. Volt ott a régi szőlőbe. Nem pászolt a családnak. Mert? Mert itt nálunk ritkán megy. Ritkán lehet megfogni. Az apám is kínlódott vele, meg nagyapám is, mind felengedték lugosan, még úgy se. Mikor termett, az termett annyit, hogy finom bora, de ha nem sikerült, akkor nem sikerült. Nem kötött? Nem, lerúgta, nem ment. Hát ez egy erdei nevezeti szőlő, őshonos szőlő. Mi úgy termeljük ezt a szőlőt, hogy vegyes szőlőt termelünk. És ez a fajta szőlő az, amelyik megadja a savját a többi fajta szőlőnek. Ez több mint 100 éves tőke szőlő, mik úgy örököljük családilag, tehát apáru, fiúra. Maximum, amit elér, 18 fok, de egész késő őszig kell kint maradjon és jó meleg legyen. A hely, ahol mostan vagyunk, ez úgynevezett Pőcsik-hegy, vagy mi mondjuk. Aha. Itt valamikor nagyon sok volt ebből a fajtából, de sajnos most már ez kihaló félbe van. A sarmasági modern pincék közt különleges leletként egy venyigével fedett pincére bukkanunk, régen több volt errefelé. Bizonyosan ez az utolsó, amely őrzi a régi archaikus paraszti tudást és célszerűséget. Követ eminen termeltük mi a domboldalból. És akkor persze, hát szegény világ volt, akkor voltak már akkor is, akik megengedték maguknak a cserepes pincét, de mivel, hogy hát az mi apánk nem tudta megengedni magának, ezért már ő akkor venyigés pincét csinál. Amik haton vagyunk, testvérek, aztán. Itt nyáron, hogyha bemész, hogyha itt van kint mondjuk 30 fok, bemész, ott ülsz bent egy fél órát, mit tudom én mit, jössz ki, mert fagysz meg. Érződik, hogy ténylegesen megtatnyosodol. A Sarmaság melletti Szilárdsámson is híresen jó borokat termő szőlőhegy. A leghíresebb látványossága a szintén épségben megőrzött pincesora, amely a magyar népi építészet értékes dokumentuma. Születre készülődve nagy a sürgés forgás, lovaskocsik szállítják az üstöket, szorgos kezek forrázzák a hordókat, egy-egy családi születen fel is hangzik a nóta. Milyen lesz az idei év? Elég jó. Jó. Minőségileg és mennyiségileg is. Elég jó ez az így.
Mennyi boruk szokott lenni? Ilyet nem illik kérdezni, ugye? Dehogy nem, hát mondom, kevés szőlőm van, mert 5 darabot már elhagytam pusztulni. Miért? Hát, kidolgozza meg. Család nem foglalkozik vele, én vagy 73 éven, mert 1 darabot tudok dolgozni. Az ember fizesse, napszámos, hogy én áltassa meg, vagy nem érjen. Van már csak ráfizet. Meddig még? Ameddig van. Isten rendel. 73 vagyok most már, sok már nincs hátra. És mi lesz utána? Pusztulás. A fajták szerint eltolt szüret közben és után a friss bor örömeit és ízeit élvezi a gazda és vendége. Az idítás is nagyon jó lesz, sajnos kevés lesz, amiatt, hogy a szemet nem felejtette ki, a száros amiatt, de nagyon jó lesz. Milyen fajta szörnyű? Hát ennek nagy része királyánka, muskotár, régi fajta fehérború, van benne rizling, saszlár, tehát így több fajta. Tehát, de mi ez a régi fajta fehér? Fehérború. Fehérború? Fehérború, ez még a nagyapáinkról maradt, az a fehérború szőlő, kerekszemű, tömött kerekszemű bor. Tehát ez nem asztali szőlő, ezt kimondottam bornak való szőlő, de egy nagyon jó fajta bor. Jelenlésre még próbálj, még egy pár, hát ha józanom megyek haza, azt még is fog haragudni. Megmondja, de ez még sose fordult elő benne. Nem. Mi is gondolunk az asszonyra. Asszonyra nem megyünk ma haza, de józanok azért nem maradunk mi sem. Megtörténjen. Jó bor, jó egészség. Szép asszony teljesen. De szép asszonynak jó unok, jó boráruló unok, kár me, öregedni. Egészségünkre. A Sansoni szőlőhegyen születelnek, a Sansoni lányok félhez mennek, vár egy kicsit csájdás kisanyom, szület után meg lesz ugyan a napodon. A Szilárdság legmagasabb szőlőhegye a Magúra tövében fekszik Szilárdsomlyó, amely a régiek szerint olyan, mintha egy gyönyörű gyümölcskert mellé telepítették volna. Közepén folyik a sokszor rakoncátlankodó Kraszna, és komoly hegyek környezik. Köztük leghíresebb a Púpos, amelynek egyik barlangjában a néphit szerint hétfejű sárkány tanyázott, míg nem az egyik bátori ős meg nem ölte. Itt született Báthori István fejedelem és későbbi lengyel király. A Magura messzes és meredek keleti és déli oldalain hajdan virágzott a borág, ma már nem csupán a bakatornak, a szőlőnek is alig találjuk nyomát. A Magura hegység, ez egy kihalt vulkánikus hegység, a földtani része Csillámpalát tartalmaz ez a domboldal, és mivel hogy a mikroklímája is a Kraszna miatt, ugyebár adja ezt a bizonyos páratartalmat, mint Tokajba is, ezt észre lehet venni, ugyanúgy a Magurába is déli fekvés lévén a napsütötte órák száma nagy, ezért a szőlőnek nagyon kedvező. Olyan szőlő típusok maradtak itt meg, ami fagyásra érzékenyek. A Csillámpala ugye nappala a napsütést tartalmazta és tárolta, és ezt éjszaka, ha hideg is lehűlt, ezt visszaadta. A termés minősége csodálatos, de kis mennyiségű termés volt, mert néhol közel a 90 fokos döllők voltak, és ezért nehéz volt ezt megművelni. Az államosítás után a Magurát teraszosították és betelepítették. Király leánykával, fehér leánykával, muskotájjal próbálkoztak, de főleg a király leányka, ami meg a fehér leányka, ami igazából túlnyomóan és nagyon jó minőségű termést adott. A Pelecseny felüli részt tartották az elvtársaink művelhetőbb területnek, ezért ezt a részt teraszosították le, és ezt alakították át a gép
kiképesíthető szöllészetre. Most jelenleg akácos, bokros és csipke bokros részek ezek. Szöllő már kihalt. Most még van egy pár bátor szöllész, és mondhatni ezt, hogy le a kalappal előttük, akik bevállalva ezeket a meredek hegyi oldalakat, és most is termesztenek igencsak jó minőségű borokat. Zacsádi család, ők a legnagyobb szöllőtermő család, dinasztia végeredményben. Ők összefogták, és a testvérek egy hektár körüli szöllőt művelnek. Elég jó eredményeket érnek, természetesen ez az évjáratoktól függően. A Magura egykor híres lejtőitől és Szilárdságtól délre Biharba vesszük az irányt. Leghíresebb településére, Bihar-Diószegre, amely egykor Zicsi birtokként tette híressé magát. A gróf Bakator aszut is készített, 1871-ben 200 üveggel szállított a kínai császár udvarára. A környék első vincelérképezdéjét, mint az Érmellék borászati központját Diószeg adta. Ez a rész, ez volt az Icsi gróf szőlője. Itt volt egy olyan 60 holdas telepítésen, aki lényegében hát megismertette Európával, sőt még nem csak Európával, Amerikában is vitt szőlőt. És mi ment a legjobban, akkor a Bakator volt a nagyon híres szőlő. Mennyi szőlő van most itt a falu határában, a hegyen körülbelül? Hát én pontosan nem tudom, egy olyan 75 hektár körül kell legyen. Hát ennek nagy része egy királylányka, ugyanis a másik rendszerben, a régi rendszerben kétfajta szőlőt telepítette, királylánykát, a pezső alapanyagnak lévő fajtát, és saszlát, ami hát asztali szőlő, és még olyan is elment, és saszlát, tehát ez a kettő lett. És ez megmaradt? Kisebb egy hektár, kettő, más fajtákból is voltak akkor is. Otthonál például ez az otthonál, a 2,5 hektár. Az alsó dűlők, meg itt a fentiek is, ezek az enyémek, egy olyan 13 hektár össze-vissza körülbelül, aminek 11 hektár termő, és 2 hektár új másodéves, első másodéves ültetés van. Lényegében a felső részétől kezdve ott van 2500 tőke Bianca, ugyanannyi cselszegi fűszeres, egy kevés pöröskei muskotájt, tehát ilyen fajta hibrideket, hogy tegyem hozzá. Itt az aljába pedig próbaként tettem 4 fajta kék szőlőt. Az első a Medina, aztán a Nero, a bíbor, padarka és turán ez a sor. Az épületnek, meg magának a pincének ugye egyszerre lett építve, a története az, hogy valahol az 1900-as évek elején kezdték el építeni, 1906-ban már készen volt, tehát dolgoztak felszőlőt itt. Kiépítette, a magyar állam építette, mert tudjuk, hogy a filoxéra után ingyen adták az oltványokat a gazdáknak, hogy mondjuk úgy, igen, hogy újra telepítsenek szőlőt. Hát olyan igen, sorok voltak, akik százassával álltak a szekerek annak idején, de úgy, hogy két nap, 48 órát is álltak sorban, nem tudták feldolgozni, nem tudták átvenni abban az időben. És akkor miután átvették, feldolgozták, itt érlelték és árusították. Hát csak a diószegi szőlősegyen, ott tudom, hogy 700-valány hektár, 700 hektáron felül volt 60-as évek előtt. És a kollektivizálás után, miután kivágták, újra kezdtek telepíteni is. Uh-huh. 90-re olyan 400 hektár körül. Nem, hogy körül, annyi is annyi volt 400 hektár. 200 volt az állami gazdaságnak, és 200 a kollektív gazdaság. És ma mi a helyzet? Hát ma elég rosszul állom, vagy 70-75 hektár körül. Annyi van körülbelül. Ebből van vagy 10 hektár, ami új telepítés, két éves, három éves telepítés. Van-e konkrétan egy ilyen tervünk, leadtuk a projektet, szeretnénk egy uniós pénzt szerezni, egy új szőlőfeldolgozó épületre, tartályokra, tehát abszolút felszerelve mindenre, palackozóval, fogadó teremmel, mindennel. Akkor már szőlőt gyűjtenénk össze a megyéből, és akkor, akkor egy-két típusú, államtípusú bort kihozni bele az új, legújabb technológiával. Oké. Okay. Tibor, sok sikert a szőlészethez és ezeket a gyönyörű termekhez. Köszönjük szépen, Isten értesse. Diószegtől nem messze, szinte a trianoni határon fekszik a sváb telepeseket egykor befogadó Mezőfény.
A falu határában, a filoxéra vész után a homok mutatta meg a kiváló természeti adottságokat, de nyomukat ma már legfeljebb kisebb táblákban találni. Bakatort meg sehol. Svábfalu. De magyar svábfalu. Magyar sváb. Tehát lehet mondani, hogy kettős identitású. Igen, tehát a gének azok svábok. Uh-huh. Ez a mi határunk, az átmenet a Károlyi síkság és a Nyírség homokja között. A Nyírség között. Hát itt a homokon nem okozott gondolt a filoxéra. Mivel a homoktalajok... A gyökértető nem bírja a... Igen, azt mondják egyesek, hogy teljesen immunis, hanem 929. februárjában volt a kemény fagyok, és az elintézte. Az körülbelül annyit csinált, csúnyán mondom, mint a filoxéra, annyi kárt. És kifagytak az őshonos fajták. Uh-huh. Nincs is őshonos fajta egyáltalán? Hát kevés, úgy ilyen fagymentes helyeken megmaradt. Jut eszembe talán a góhér, vagy erdély. Bakator nem annyira volt itt a mi környékünkön. Ezerjú, ezekből így foltonként így. Mennyi szőlőterület van? Szőlőterület? Hát van ez a két új telepítés, ami az egyik a 70-es években lett telepítve, a másik, ahogy említettem, 90-ben. Hát az 20-21 hektár. És akkor vannak az ott hagyott szőlők, ahol látszik, hogy van 10-20-ár megnőve, aztán szünet. Az újabban telepített fajták a királylányka, bocsánat, olasz rizling, ez a többség, és aztán van kevesebb muskotáj, bejöttek ezek az újabb fajták, a bianca, cserszegi fűszeres. Volt-e már a borával versenyen? Hogy? És eredmény lett-e valami? Az idén én nyertem meg a mezőfény borversenyt. De én el szoktam menni az erdélyi borversenyekre is, ami egy elég színvonalas rendezvény, és elviszem a bárkinek a borait. Aranyérem kevés, több volt az ezüst érmes, de érmes borok voltak mindig. Tehát minimum bronz. Csak tudjunk egyet kocintani ebből a jó nedűből. És mit iszunk most? Ez egy királylányka. Fényi királylányka, egészségedre. Úgy legyen. Sok jó volt még az elkövetkező években. Nagy Károly a Károlyi család ősi fészke, erőszerű, példásan restaurált kastélya, a kisváros legfőbb mai látványossága. Petőfi Sándor kedvéért lépünk át Nagy Károlyba. A költő a városka egyik fogadójában egy megyebálon ismerte meg Szendrei Júliát. Ugyanakkor nevezetes a város szőlészeti emléke is, szőlős kertje közel 300 éves. Földjét Károlyi Sándor ajánlotta fel 1714-ben az inséges években elszegényedett város lakói gyarapodására. Itt városbeliek és idegenek is plántálhattak minden időben szőlőt. Nagykári szőlő az áll 4 völgyből. Egyes völgy, Teremi völgy, Szent János völgy és ez a Nyúlhárd völgy. A területet gróf Károlyi Sándor adományozta a város lakóknak, és nem csak nekik. Aki akar szőlőt telepíteni 1714-ben, ez a 4 völgy létezett, mint manapság, tehát a szőlőnek a struktúrája nem változott. Körülbelül 120 hektárnyi terület van itt a Nagykárolyi szőlőhegyen, és amíg a filoxéra nem írtotta ki az oltás szőlőt, addig itten oltott szőlők voltak, főképpen bakator, erdei szőlő, saszla, olasz rizling, és mi van még, amit oportó is volt, tehát ezekből még néhány tő ma is megtalálható, amelyek már több mint 100 évesek ezek a tőkék.
Utólag aztán a filoxéra után behozták az amerikai hibrid szőlőt, és ezzel lett betelepítve a Nagykárolyi hegynek a többsége. Akkor tehát a magántermő volt predominált itt a környéken, tehát a magántermő mondjuk mint ez, ami egy nagyon kellemes pecsenye bor, tehát sütögetés után, grillezés után ez nagyon-nagyon fekszik ez a bor, lehet belőle vígan fröccsözni, beszélgetni mellette. Hát mi vagy 6-7 évvel ezelőtt megcsináltuk a Szent Orbán borlovagrendet, tehát megalapítottuk. Mi szerettük volna a bornak a kultúráját, a borivásnak a menetét, hogy mondjam, de hát nem részegségig lejni magát az ember, hanem kultúráltal igyon egy pohár bort. A tanítómesterünk, Komáromi Józsi bácsa, ő neki vagyunk a tanítványai mind. De hát mi azért is vagyunk, hogy ha ősszel például valaki megakad, nem tudja, hogy kell csinálni, megakad valahol. Jó hozzánk, tanácsot adunk mindenkinek, hogy kell elkészíteni ezt a bort, hogy kell kezelni ezt a bort, hogy kell megcsinálni ezt a mustot, hogy kell eltárolni, mit kell vele csinálni, ezért alakultunk. Minden évben szervezzük a borversenyeket, most már hál' Istennek a 18-nál tartunk, az idején voltunk nagykorúak, azt mondják. Tehát a 18. borversenyt tartottuk Nagy Károlyba. A régi Károlyi szület az azzal kezdődött, reggel kijöttek az emberek, rokonság, haverek, barátok, szomszédok. Reggelivel kezdődött, ami aztán ott minden volt. Sonka, kolbász, szalonna, anyám tyúkja, minden, pálinka. És akkor miután felmelegedett a kicsit az idő, felmentek és szedték a szőlőt. Putonyos horta lefele, darálták lent a pincébe, vagy fent a borházba. Mikor az ebéd jött, akkor aztán már vége kellett legyen a születnek, mert ebéd után már még a cigány sem dolgozik. Hogy mondjam, utána nem dolgozott senki. És jöttek a zenészek. Délben nem hiányozhatott a gulyás. Nem. A bárányból készült gulyásleves. Tehát ez volt teli hússal, mindennel. Tehát ez egy tradíciós volt évek óta. Érdekes ez volt, előtte elég. Való nap el volt készítve, igen. Ott felmelegítve, és mindenki gulyás levet. Annak idején mondtuk, hogy hány evő van, és hány szedő van. Melyikhez tartoz fel? Hát inkább az evőkbe. Inkább, meg a putonosokba kihordta. Többet ér egy perc a pincébe, mint a temetőbe 100 év. Legyen világos. Benne van a munka. Benne van minden, lemegyünk oda, beszélgetünk, sokszor lemegyünk, na, de csak 2 percet maradunk, vagy maximum egy fél órát, mikor megnézzük az órát, már 3-4 órája ott vagyunk. Mert mesélünk, beszélgetünk. Sokan kérdezték a szomszédaim, mikor én elkezdtem úgy 15 éve kivágni és áttelepíteni, és már 55 éves voltam, tehát benne voltam a korba, és azt mondják, hogy minek csinálod? Hát mondom, azért, hogyha nyugdíjas leszek, nekem teljék kedvem ebbe a szőlő művelésbe és a szőlő a jó boroknak a készítésébe. 3 gyerekem van, de sajnos egy se vállalkozik arra, hogy ezt a szőlőt tovább vigye. Tehát át van ültetve, fiatal szőlő, de ebbe csak én lelem az örömömet, tehát a jövő fekete. Én már 75 voltam, amikor kezdtem telepíteni. Ezt nem 80 voltál, mikor eltelepítettem. Nem csak erről az egy olyan sokja, hanem többről. Meg én addig, mert szerettem, és hát hagyja valamit. Igen, és még telepítünk. Lehet jövőre, még vagy kétszer, így még egy egész végig. Na hát, adja az Isten, hogy sikerüljön. Meg még tudunk dolgozni, addig dolgozni. Itt van az üres, vagy ott van. Károlyból a költő és a Bakator útján Ady Endre szülőfaluja, Érmincent, mai nevén Ady Endre felé vesszük az irányt. Csöndes, távol messzi táj, ritka arra felé a látogató. De nem csak Ady, a modern magyar poézis megújítója született ezen a tájon, a közeli Sző Demeter adta a magyar irodalomnak Kölcsey Ferencet.
s míg Addi falujában, a szülőházban és környezetében emléktáblát, szobrot, kertet és múzeumot találunk, Sződemeteren a szülőház falán csak a régi leszerelt tábla nyomát látni, de a református templomkertben ott áll a nemzeti költészet nagy alakjának szobra. Emit még a hét szilvafa árnyékában felnőtt, és a pocsolyás értől az innét elszakadt legény különös emlékét őrzi még a nagy világvégi csönd is. És jól tudjuk, a költő óriás ezer szállal kötődött szűkebb pátriájához, amelyet állandó viaskodások közt szeretett. Innét indult, ide tért haza, míg szülei éltek. És azt is tudjuk a visszaemlékezésekből, hogy ifjú legényként valami családi ünnep során itt kapott rá a borra, a híres Bakatorra. Víg ifjak borából bevallom, ittam én is, torkom azért reszelős, szívem azért fekete. Noha az érmellék címer növénye, a Bakator egyáltalán nem fekete, sokkal inkább a hegyek koronája, a pincék legdrágább gyöngye, melynek bora színét az aranytól, illatát a virágoktól, s erejét a tűztől kölcsönözvén méltó kevésségét képezi a magyar bortermelőnek, s szikrázó életkedve nem egyszer gyújtál lángra a képzelmet, s pendíti meg a nemzeti land húrjait azoknál, kik a fenséges italban nem csak az élvet keresik, hanem a magyar föld egyik áldását ismerik föl, írja egy régi krónikás. Érmincszent és Sződemeter csöndjükben és távoliságukban is fényes pontjai a magyar kultúrának. Szilágypér az érmelléki Sződemetertől nyugatra fekszik, s egykor ez a falu is régi pincéivel, udvarházaival és bakarszőlőjeivel volt nevezetes. Itt született a történetíró Budai Ézsaiás. Ma is akadnak termelő gazdák, nagy reményekkel, ifjúságba vetett hittel, de Szakás Béla friss, életerős borai ellenére sem találkoztunk itt Bakatorral. A mi falunk határában folyik el az Ér, amelyik elválasztja ezeket a lusta szilárdsági dombokat, amelyikről Ady Endrés gyönyörű verseket írt, a Homokháttól, a nyírségi és a debreceni Homokháttól. A falunak a története visszanyúlik az Árpád korba. A váradi regisztrumban meg van említve községünk, Perl néven. Latinból fordítjuk magyarra, akkor gyöngyöt jelent. A kuru szabadsághoz bukása után a Károlyi grófok birtokába kerül. Károlyi Ferencnek a fia Pirban szőlőt telepít. És le van írva, hogy a jobbágyokkal milyen szerződést kötött annak fejébe, hogy elvégezzék a szőlőtelepítési munkát. Tehát gyakorlatilag a píri szőlőtermesztés összekapcsolódik a magyar történelem nagy sodrával. A píri bor kemény jellegű, az savas, száraz, savas. Olyan szőlőfajtákat is telepítettek, főleg erdeit, meg Bakatort. Na most a Bakatort vegyesen ültették az erdeivel az kisebb részben, mert az egy nővirágú szőlő, és az csak akkor porzik be, hogyha erdei környezetben van. Na most ezt a bort egyrészt sokan szeretik, főleg a férfiak nagyon szeretik a kemény száraz borokat, de használták a nyugat-európai lágyabb borok, mondjam úgy, hogy tartósítására. Az erdei az egy hagyományos pontuszi fajta, pontuszi fajtáknak nevezzük azokat a szőlőket, amelyek a Kárpát-medencébe őshonosak. Na most ennek az volt a nagy hátrány, hogy nagyon későn érett. Nagyon nagy, mondjam azt, hogy kockázata van, hogy a világon elterjedt gombás betegségek, penészgombák megtámadják. Ez lehet, hogy a 19. század végén ezek a szürke penész, meg zöld penész, meg nem tudom milyen gombák, még nem ismertük őket, vagy nem ismerték nagyapáink. A háború után Romániának olyan, mondjam úgy, hogy kapcsolatai voltak, olyan országokkal volt szorosabb kapcsolata, amelyek szintén bortermelő országok voltak, például Franciaország. Ezért Romániából nem nagyon lehetett eladni szőlőt, nem nagyon lehetett eladni bort. Ebben az időben megindult a píri szőlőtermesztés lezüllése.
a nemes szőlőfajtákat, tehát a Vitis vinifera fajtákat, amelyek tudományosan elismert nemes szőlők, az a kipusztult tőkéket hibridekkel pótolták. Ez az ilyen vegyes szőlőművelés, amelyik egyre csökkent a területe, tartott egészen a kollektív gazdaság megalakulásáig. Az emberek kaptak 30 ár háztáit, amiből 20 ár szántóterület volt, 10 ár szőlő. Úgyhogy mindenkinek maradt egy kis szőlője, a péri ember a hagyományához hű maradhatott. A kollektív gazdaság telepített 44 hektár nemes szőlőt. És amikor a kollektív gazdaság felbomlott, akkor ezt a 44 hektárt ki lehetett igényelni. Összeálltunk, mondjuk így, hogy itt a Vénhegyet parcellázzuk ki, hogy ott mindenki szőlőt fog telepíteni. És akkor a legkisebb terület 10 ár, a nagyobb terület az lehet 20 ár, 30 ár, ma már vannak nagyobb területek is. Én is vettem, mai napig is megvan. Például ez a bor, ez egy félig királylányka, ott királylányka van telepítve. Ez egy nagyon, nagyon jó erdélyi szőlőfajta királylányka. Ma már azt kell mondjuk, hogy az Erdélyt felváltotta a királylányka, ami minőségileg sokkal jobb. Van fehér lányka is, olasz Riesling, nekem van fehér Sauvignon, van Traminerem, és meghonosodtak a magyar szőlőtermesztés új fajtái. Ez Ibrányi udvarház volt, később a század elején Ördög tulajdonban került, rokonokon belül, és azóta öröklik és használják az új tulajdonosok. Körülbelül 200-300 éves pince. A rendszerváltás után a restitúció törvény alapján vissza kellett adni a régi gazdának. Én akkor polgármester voltam, vissza kellett adjam a poson. Szőlő telepítés volt a rendszerváltás után a faluban, mindenki szeretett, és minden gazda büszke volt arra, hogyha jó szőlővel és borral állt ki, tehát finom borokkal, úgy én is telepítettem 60 ári szőlőt. A legtöbb, amit telepítettem, olasz Riesling, Traminer is van, legutóbb egy 11 ári cserszegi fűszerest telepítettem, mert úgy gondoltam, hogy ez jó lesz. Na most ezeket a szőlőket én úgy gondolom, hogy ilyen nemes borokként ezekkel büszkélkedhetek. Én saját magam úgy mondva, hogy hobbiként űzöm ezt a szőlészetet, borászatot. A szomszédom Ördög Jenő. Az egész környéken elismert borász és szőlész kertésznek voltam így az Inassa annak idején. Ott már megszerettem a szőlészetet. Vele együtt permetezgettünk, metszegettünk, tanulgattam, és aztán addig beszélgettünk, megszerettem a szőlőt, és akkor elküldtek a Csombordi Szőlészeti Iskolába, ami annak idején működött. Az Erdélyi egyik leghíresebb iskolája volt. Miután végeztem, 82-ben már az első telepítési szőlőt Csombordról hoztam, és be volt itt telepítve a kertünkbe. Attól kezdve, míg szőlőszettel és borászattal mindig foglalkoztam. Én mindig gondoltam, hogy csak egy hektár lehet, az nagyon szép volna. Na de 10 árival kezdtük, aztán mindig fejlődtünk, a 90-es évek után, a változás után kezdtünk telepíteni még egy-egy darabot, 10-20-30 árét, úgyhogy ez már 2000-re már a hektárt szinte elérte. Aztán még egy hektár, és aztán mindig, szinte évente 30-40 árit mindig telepítettünk. Először a pincét ház úgy terveztük, hogy legyen a háztartásod, meg eladás és a kis borunk, de most már lassan nőjük kifele. Megszerettük, fajtákat hoztunk, több mint 30 szőlőfajtát, nagy részét mind Csombordról. Most átjártunk Magyarba, onnan a főleg az oltványokat mindonnan szereztük be. Telepítettük, kipróbáltam olyan fajtákat is, amit azt mondták, hogy nem megy a vidékünkön, például olasz Riesling, fehér lányka, Chardonnay, amit nagyon kényesek, de szerintünk
ahol mentünk borversenyre, általában mindig jó szerepelt. Például 2003-ban 29 cukorfokot elért a Szilágypér olasz rizli. Amikor édes bort, szinte likőrbort lehetett készíteni, ami ritka vidéken jön be. Csombordon volt 33-as, és én tudom. De nálunk ezt még én sem hittem, hogy be fog jönni. De 20 cukorfok alatt mi ritkán szoktunk szüretelni. A vörösből a Cabernet visz a prímet. Van még Merlot, Pinot Noir, egy kis Splendid, Amur, Csávósű úrnak egy új fajtája az alkony, az Amurg. Telepítettem abból is telepítettem, és elég jól megyen nálunk, csak abból nincs olyan nagy terepünk. Onnan is hoztunk. Aval kezdtem az első vöröset. Hogy finom savai vannak, szerint a talajnak köszönhetjük, egyik fő oka, fő dolog az. Egy vörös agyag van nálunk, ami dominál, ha lejjebb ásunk 50-60 cent után, míg vörös földet tanálunk. Ami egy kemény kötött talaj, a szőlő egy kicsit nehezen marad meg benne, de miután begyökerezett, itt 6-7 méterre lemegy. Amelyik jó kondícióban inkább felül a gazdag talajból persze, de képes lemenni. És ez olyan ízeket, olyan harmóniákat hoz ki, hogy sok mindenkit meglepett. Még ha édesbort is hoztunk ki, olyan finom savai voltak, hogy nem hitték el, hogy nálunk termet. Volt olyan év is. Én ezt szerettem, ezt a szakmát, én próbáltam ezt átadni. Én azt mondtam, ebben tudok segíteni legjobban a fiamnak, hát, amihez értek én is. Na. Most ő a gépészetet választotta, de sőt a borászatot és a boroz nagyon jó érzéke van, ez biztos. Szőlőszethez is mindennel, ő a gépészetet ő vezeti főleg. Mi meg a többi munkákat, metszéstől kezdve, meg a többi munkálatokat. Na most mindenhez ért, csak ő bele kell jönni. A bort nem is szó úgy, mint én egyelőre. És ahogy mondták, az ember 40 év után, de én már szerettem 16 éves koromban is például. A Péri Szőlőhegyi Együttérés jó példáját mutatja az egyébként pálinka főzőként ismert, de magyarul is jól beszélő Jón Rácz, vagy Rácz János. Lemondtam a pálinkaivásról, már 21 évvel lesz, október 27-én pedig gyártam jó pálinkát, aranyérmeseket kaptam értek. Én borász lettem, miután hazaköltöztem 91. június 1-től. Én még mindig fél hektáron vagyok, de én még tavasszal még mindig akarok telepíteni. Valaki elhagyta mellettem a szőlőt, megvettem, és most akarok pirosra, mert kezdnek az emberek menni rá szélőznek a piros borra. A vidék nagy jó Péri, szintén a vidék a királylánkát viszi. Viszi, nagyon-nagyon viszi. Nagyon jó borokat termel mindenki. Például nekem is dominál a királylánkám, de van egy kis muskutáj, van egy kis furmintom, van kénysor rizlingem, régi nemes olasz rizlingem van. Telepítettem én ez az olasz delevárt is, de én csak inni ennyi, egy sort. Akkor telepítettem egy kis biankát, korai, nagyon finom. Hát van ez a gyöngy, az a zalagyöngy. Az a magyar számon, de nagyon. De az, ha magában kitermeszted, hogy így a bor, az egy kicsit putit. Ez a bor, ez olyan érdekes, hogy ez hoz boldogságot az életbe, családokba. Ez de hoz rosszat is. Ez hoz rosszat is. Jót is, rosszat is. Mert ha többet iszünk, mint kell, akkor már soknak sajnos rosszra viszi. De ez egy élő tény, ez a bor. Ez él. Ebben vannak sejtek, amik élnek. Ebben van. Ez egy aliment, ez egy eledel. Csak kell tudni, hogy iszunk és mennyit iszunk belőle. És akkor nagyon egészséges. Szatmár felső csücskében, az Avashegy alatt fekvő Avasújvárosban, Nagy Sándor szőlőjében bukkanunk az ekkor híres bakatorra. Nagy Sándornak jó vágányi bakator ültetvénye van, amely méretei ellenére is gyönyörű, szakaszos termésnek, kötés problémáknak, betegségeknek, savkiégésnek semmi nyomát nem látni. A bakator több színváltozatot ad, kényes bora viszont sok munkát, kísérletet, tapasztalást és mérést igényel. Nem adja magát könnyen. Egyetlen évjáratát kóstolhattuk, viszont az jól mutatja a fajta különleges potenciáját, s ha átesik a megfelelő próbákon, felidézheti az ekkori hírt és nevet. Szőlős közepén mondhatom állunk, ahol megtalálhatod a helyi régi hagyományos fajta bakator szőlő.
Nálunk két fajtája ismeretes, a zöld bakator, amely kicsit a színe, hogy zöldesebb, és a piros bakator, ami tűzszínre színeződik ki, mikor ha teljesen be van érve. Egy késői fajta, egy nemű szőlő, ezért a porzásra nagyon szükséges, hogy mi itt nálunk járdoványjal szoktuk vegyesen ültetni, hogy a porzást nagyon jól besegíti, és a fürtök, ha jól sikerül a porzás, akkor, mint itt látszik is, teljesen kifejlődnek a szemek. Mert ha nem sikerül a porzás természetesen, akkor ritkásan madárkásnak, hogy mondják, szokott maradni a fürtje. Tehát emiatt nagyon érzékeny fajta. Hát nagyon régen apám mesélte, hogy igen, volt soknak fürtjem. De azt egy idő után, tehát igényes a szőlő, minden, és akkor nem nagyon foglalkoztak vele. Rámentek erre a magántermelőre, amiket mi roskának mondjuk, ezzel nem volt annyi munka, másképp termett minden, és inkább megmaradtak ezzel a roskával. Vannak fiatal ültetvények, amik most indulnak be termelőre, tehát egy-két év múlva lehet, hogy elérünk az 1000 literig is. Például én elérem azt a szinten, mert nekem több van már ültetve, úgyhogy kb. 1000 literig elérünk. De viszont egy kemény savasbor a bakator, és savasbor főképp itt nálunk, hogy itt mondjuk nem annyira, de a másik többi hegyoldalakon, ahol köves talaj, ott elég kemény bor jön ki belőle. Hallatszik, hogy több ilyen bakator borozó jelenik meg, nálunk is a hegyközség például bakator néven fut, tehát reménykedünk, hogy pár év múlva talán eljutunk odáig, hogy ne talán piacra bekerünk, ha megpróbáljuk összeszedni a hegyközség tagja által, összeszedjük a bakatort és csinálunk egy közös bakator bort, amit kijönk a piacra, mert zöld alma íze van máskülönben. Itt van nekünk ez a fa, ez olyan bakator, borézi, vagy hogy mondják ennek a... Ebből az almából, ezekből a fajtákból régen tudom, apám összetörte és csinált bort belőle. És ilyesmi íze volt, mint a bakatornak. Hát ebből a bakatorból egy nagyon jó ízű bor jön ki, egy száraz bor, fehér bor jön. Kemény, száraz bor. Igen. Ez 2011-es. Ezt én is pont úgy mondom, hogy ha áll legalábbis egy-két évet a hordóba, akkor minőségesebb mások. Egészséget. Kivételes, lenyűgöző térélmény a szelíd dombokon egy egymásba hajló, összefüggő, friss telepítésű 220 hektáros ültetvényt egyben látni. Dobrán vagyunk, a régi szatmári termőhelyen, Kallós Ferenc birtokán. Itt is születtem, itt is lakom Dobrán. Hát nálunk a faluban ez hagyomány, mert mindenkinek azért van szőlője, pincéje. Most nem nagy mennyiségben, de azért egy ilyen szinte hobbi szinten, de azért van mindenkinek szőlő. Évtizedek óta elég jó, évszázadok óta nagyon jó minőségű bor van Dobrán, főleg a vörös fajták. Egy három éve, ez a harmadik éves telepítés, 15 fajta van. Igen, telepítve. Nem. Amiben van a fehérek közt az aromások, muskotáj, Sauvignon Blanc, szürke barát, Riesling, sárga muskotáj, királylányka és fehérlányka. A vörösekből van nagyburgundi, kadarka, Merlot, fekete lányka, Cabernet Sauvignon. Előbb kevesebb hektára gondoltam, de végül akkor meg a rentabilitásra kérdeztem, hogy valahol ott 150 hektár fölött van. És innen jött ez a nagyobb terület. Hát most 220 hektár van, de egyelőre lehet, hogy megállunk itt. Hát a pincészetet azt jövő születre reméljük, hogy az befejeződik az építése és az üzemelése is. Addigra készen lesz, reméljük. Volt már kézbora? A tavaly kevés mennyiségben, hát inkább ilyen próba szüretszerűség volt, de nagyon kiváló minőség lett belőle. Úgy ízvilágban, úgy, mint aroma, a színe nagyon kitűnő a vöröseknek is. Krasznabéltek, nagybilborászat. Brutler János gyönyörűen felépített birtokán öröm elmerülni a régi és új bélteki ízharmóniai gazdagságban.
Az érmeléki utazás egyik csúcspontján vagyunk. Mert itt születtem, és örülök, hogy itt születtem. Krasznabéltek valamikor egy magyar falu volt. 18. század elején hozták a svábokat. Itt volt az első sváb település. Megváltozott az egész élet részét a bélteknek más faluba is, és kezdődött a modern borászat. Hát én sváb származású vagyok, és én németül nőttem fel, én az édesanyámmal németül beszéltem, igen, de mi három nyelven nőttünk fel itt bélteken. 1982-ben elmenekültünk Németországba, elszöktünk. Ott éltem 26 évet, és a borászat mindig egy különleges, volt neki mindig egy helye itt, az agyamban és meg a szívemben is. És Németországban valamikor az a kapcsoló úgy átállott magától, és akkor kezdtünk komolyan foglalkozni a borászattal, úgyhogy borkóstolók bejártuk Európának nagy részét. Hát ilyen egy szabadság alkalmával Toszkánában voltunk, és felmerült a kérdés akkor, hogy egy ilyen ruinnél kérnek még 500 ezer márkát akkor abban az időben. Nem tudom pontosan hányban, de 84-85-ben lehetett. És akkor mondom, hogy az a kapcsoló átállott úgy magától is, és akkor feltettem magamban a kérdést, ezért 500 ezer márkát, akkor miért nem otthon a szülőfalumban? 97-ben kezdtem először itt szőlőket ültetni, kicsi, úgyhogy 100 tőket, 200 tőket, pótoltuk a régi szőlőkben a hiányokat, és akkor az egy akkori jó barátommal akkor felmerült a kérdés, na akkor csináljunk belőle többet. És akkor kezdtük ültetni, úgyhogy elértünk ketten saját erőből, tehát itt még nem volt szubvenció, meg európai program, meg stb. 2,5 hektár szőlőt ültettünk saját erőnkből, és akkor láttuk, hogy kezd működni. És évek folyamán akkor kicsit több lett belőle, ma 25 hektár szőlünk van. Az a jó működő borászat persze, ahol a bort el is tudják adni és ki is fizetik, tehát akkor mondjuk úgy indultunk, hogy egyszer nemzetközi fajta szőlőkkel indultunk, nekem mindig szívem mélyen volt, hogy régi fajta szőlőket megmentsük. A régi helyi fajta szőlők mindig érdekeltek, és egy párat meg is mentettünk már, tehát nemzetközi fajta szőlők, úgyhogy Rajna Riesling, mivel Németországba jöttem, azon kívül én abszolút Riesling fan vagyok. Rajna Riesling, Chardonnay, persze ezeket a jó menő szőlőket ültetük. Fehér burgundi, szürke barát, tehát az egész burgundi, az egész Pinot részet ültettük akkor. Kezdtünk most egy új filozófiát tulajdonképpen, de hát itt nem új, csak Romániának új, tulajdonképpen nincs is megengedve a zöld szilváni. És ha a zöld szilváni eredetéről beszélünk, akkor van az egyik teória, azt mondja, hogy innen a szilárdságból származik, és a szilárdság innen 30 kilométerre van. És van még más, több teória, de még ezt elfogadjuk, mert ez közel van hozzánk, és én ültetem most 2 hektár zöld szilvánit. A vörösborok, persze Pinot Noir, mindent, amit mondjuk úgy, hogy jó lehet eladni. Tehát én ültettem 98-ban először szürárt. Nagyon őrzi magát, különben most már Magyarországon is, és Romániában elég sok szürárt ültettek. Ez egy ilyen, mindenhol jól érzi magát, ha vigyáznak rá. Most egy királylánykát iszunk. Királylányka egy nagyon érdekes fajta szőlő, és nem csak kannabort lehet belőle készíteni, mert mi felismertük a nagy potenciálát, hogy lehet belőle nagy borokat is. És momentán, tehát pillanatilag azt hiszem, hogy a pincének a kincse lehet szép édes borokat is készíteni, tehát botritisos borokat, de én ezt a friss változatát. A 12 alkohol, 6 sav, ez egy még fröccsöz is lehet, tehát ezzel a borral mindent lehet. Mi be akarjuk bizonyítani, hogy a nagyapánk borát el tudjuk adni, csak piacképességet csinálni. Azért, mert nem akarok azt csinálni, amit mindenki csinál. És ezért átértünk bio cég vagyunk, tehát bio borokat készítünk, és tavalytól már terroir borokat is. Tehát mi tényleg kézműves bort készítünk, például nem is derítünk, csak szűrünk. Persze faélesztőket egyáltalán nem használunk. Mi azzal irányítjuk az egész minőséget, hogy több frakcióban szüretelünk. Úgyhogy leszedünk egy részt, kicsit nem egész érett formában. Például a Sauvignon Blancból már szedtünk le egy bizonyos részét, olyan 30%-ot leszedtük.
ami nem egész érett, tehát van benne egy frissesség, friss savak vannak benne, amit majd kiegészíti az érett szőlő. Persze, és akkor itt egyszerű technológiákkal lehet nagyon nagy borokat csinálni. Viszont a régi fajtákat megmentjük, nálunk úgy hívják, hogy Grünspitz, ez a tulajdonképpen régi magyar kárpát-medencei fajta bor, a szerémi zöld, igen, ez az egyik persze. Akkor nálunk voltak itt helyi szőlők úgy, hogy kisbaras, nagybaras, persze furmint is volt, volt bakator is, tehát itt az egész palett, az egész bor, vagy szőlőfajták léteztek, mondom, sajnos kihaltak, és én utolsó tőkékből már vágtam ott oltóanyagot, és elvittük Ausztriába, kollaborálunk egy nagyon komoly osztrák szőlőiskolával, azért, hogy megmentsük ezeket a fajtákat, és nekem a jövő, mert ez volt tulajdonképpen a kérdés, nekem a jövő itt van elásva. Helyi fajta szőlőket piacképésre felemelni. Egy borász, meg egy szőlő szakértő az két, majdnem két külön foglalkozás. Nekem a szívem a szőlőben van.